Szép jó napot kívánok, a nevem Létei Attila, és én vagyok a Zenész TV operatőre, és a mai videóban szeretném bemutatni, hogy hogyan kell OBS Studio-val YouTube-ra live-olni R-faktort HD-ban. Konkrétan először is megnyissuk az OBS-t, jobb klik. Feltétlen mindig Ubuntu Administrator, tehát adminisztrátorként nyissuk meg. Az OBS Studio az egy nagyon picit nehezebben fog elindulni, de ha egyszer elindult, akkor szuperül fog működni. Már ha ő akar. És lássuk, által is indult. Most nekem ez monitorra van betéve. Ha szeretnétek mondjuk R-faktort közvetíteni, akkor semmi más dolgotok nincs. Nyitni egy új streamt. Ugye? Majd elindítani az R-faktort. Konkrétan, ugye itt az R-faktor, nézzük az RS formulát. Ahhoz, hogy az RS formát 720p-be el tud indítani, ahhoz nagyon szép és nagyon egyszerű RS formát R-faktor. Jobb klik, nem ezt akartam, tehát jobb klik, Open File Location, itten RF Config-ot beállítani. Feltétlenül fontos elmondanom, hogy maga a játékot, ha TV Style-al használod, és a TV Style-od Full HD-ra van beállítva, akkor igazából most Full HD-nál futtatni a játékot. Ha mondjuk nem bírja a monitorod, akkor monitorodnak a majdnem a beállításain. Ugye átlagban 1280x800-on fut, vagy 1280, vagy 1360. Nézzük, a legildomosabb az 1600x900-on, hogy fusson, és feltétlen ablakba fusson. Nyomunk egy okét, visszajövünk. Még egy fontos dolog, hogy az R-faktornak be legyen az összes proci állítva. Ezért a R-faktor exe után itt egy plusz full proc nevű parancsot kell megadni, és akkor az összes processzor mag működni fog. Ha már fel van telepítve a TV Style, tudjátok, a régi fajta TV Style, mert az érdemes, ugye ez Windows 7 alatt tökéletesen még működik, már Windows 10 alatt nem. Lényeg a lényeg, hogy az R-faktort feltétlen adminként kell elindítani. Ubuntu Administrator, elindítsuk, bejön a kicsike, így is van, elindult a kicsike. Itt az OBS-ünk, ezt arrébb tesszük, az R-faktor jó. Okay. Nos, megy az R-faktor. Nézzük az OBS-nek a beállítását. Ugye csináltunk egy new chain-t. Kiválasszuk. Itt sokan hibázzak azon, hogy Windows Capture-t. Nem. Game Capture kell nekünk, ahhoz, hogy szépen menjen. Nyomunk egy okét, és lássuk rá, itt is van. Capture Specific Windows. Itt a Windows-ba R-faktort kiválasszuk. A Capture Cursort azt kiszedjük, nem akarjuk. Nyomunk egy okét, és elméletileg el fog indulni. Remélhetőleg. Haha, nem. Semmi probléma, átváltunk a másikra.
most te, neked mi a bajod? Igen. Tehát Windows title must match. Ha, nehogy Isten, nem indul el. Miután ez megvan, nyomunk egy jobb pliket, megkeressük azt, hogy transform, és levisszük ide, hogy stretch to screen, tehát hogy húzza ki az ablakhoz. És akkor már is van egy R-faktor közvetítésünk, amit bármilyen felbontásban tudunk közvetíteni. Jó. Nagyjából így kell kinézzen az egész. Create-tool. Abba nem. Nézzük. Menjünk föl szerverre. Igen, ezt most áthúzom ide. És ezt most letesszük oda. Nem szeretném, hogyha... De lehet, hogy nem megy a szerverük. De megy a szerver. Oké. Okay. És lássulát ez itt nem indult. Menjünk felfele. Közben itt van a drága OBS is. Ugye láthatjuk a képet. Nos, hát nagyjából így kell kinézzen az R-faktor OBS-en. Ráklikkelünk erre a képre, ugye? Akkor ezt fogjuk látni. OBS-be így. És ha nyomunk egy Entert, akkor teljes mértékben el fognak tűnni a csíkok. Ugyanúgy, mint OBS-ben is. Na már most ez a plugin, ha jól emlékszem, ezt 1600x900-on csináltuk, ami elméletileg itt meg fog jelenni az összes emberke, aki fönt van, illetve lesz óránk, és az alsó sarokban lesz a név, hogyha váltunk, nézetet váltunk majd, amit most... Igen, effektíve itt kéne változtatni a nézetet. De mivel egyedül vagyok fent, így ezt nem fogja mutatni. A lényeg, hogy alsó csíkba ott lesz a név. Nagyjából ennyi, ami ehhez tartozik. Le is menjünk a szerverről. Nem zaklatjuk itt a szervert most egyelőre. Még egy nagyon fontos beállításunk lesz majd itt az R-faktor, amit az OBS-be, a settingnél. Ugye ezeket tudjátok, General Stream beállítás. Na már most. Itt a következő a helyzet. Hogyha 720p-be akartok live-olni, akkor érdemes kiválasztani ezt, 1280x720p. Én egyben live-olok, úgyhogy egyenlőre marad így. Itt az encodert, azt érdemes, hogyha a videókártyának az encoderét választod ki. Abban az esetben, hogyha nagyon jó a feltöltésed, akkor a 32... Lényeg, HD-be akarsz sugározni, akkor azt mondja hogy hívják a YouTube, hogy 4 megabit feltöltés kell. Na már most, ha jobb bitrátával akarsz sugározni, nem elég a 4 megabit. Ahhoz, hogy szép legyen a kép, ahhoz legalább 6 megabitet rakjál be a HD-hoz. Tehát az azt jelenti, hogy 6000 kilobit, de ha még jobb, tehát a lényeg, hogy egy olyan 9-10 ezer bitrétet állítsál itten be, és akkor szép lesz a kép. Ez így oké, szép éles lesz, remélhetőleg van akkora internetfeltöltés. Ha nem,
akkor probléma van, mert akkor nem biztos, hogy fogsz tudni szép képet rájvolni. De ha mondjuk csak fel akarod venni, akkor még mindig itt van a recording. A recordingnál beállítod itten a rescale-t, hogy mekkora felbontás legyen, ugye? Feltétlen. Itt az MP4-et, és legfontosabb ez volna, hogy az encoder az a videókártyának a... tehát a videókártya encoder legyen. Itt ugye, hogy oké legyen a VRB, itt viszonylag szép a kép, a bitrate, na a bitrate a legfontosabb, ha felveszel, nem függsz az internet sebességettől, tehát magasan is fel tudod, magasra is be tudod állítani, ez a legmagasabb, ha jól emlékszem, az OBS-nél 51.000 bitrate, úgyhogy ildumos erre a bitrate-re beállítani, és akkor szép lesz a kép is. Oké. Hát körülbelül ennyi volt az egész, amit beszerettem volna mutatni. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet. Ha nehogy Isten valamit kifelejtettem, akkor majd fogom pótolni. Ha kérdésetek van, nyugodtan fel lehet tenni. Bárkinek bármilyen kérdése van, írjon kommentbe, vagy Facebookon keressen meg, a nevem Létai Attila. Úgyhogy köszönöm szépen még egyszer a figyelmet, sziasztok!